Öveges tanár úr rengeteg kísérletet leírt a könyveiben, ebből érdemes minél többet elvégezni. Ehhez a kísérlethez szükségünk lesz egy üvegpohárra, egy kémcsőre és egy ceruzára. A kísérletünk hozzávalói egy üvegpohár, egy kémcső, benne egy ceruza és némi víz. A víz segítségével el fogom tüntetni a ceruzát, majd pedig ismét a víz segítségével elővarázsolom. Nem mindegy azonban, hogy honnan nézzük a kísérletet. Felülről szemléljük. Ha vizet töltünk a külső üvegpohárba, láthatjuk, hogy a ceruza eltűnt. Olyan, minthogyha egy ezüst papírra lenne beburkolva, mintha tükör lenne rajta. Hogyan fogjuk mindezt visszavarázsolni? Nézzük meg. Töltsünk egy kis vizet a kémcsőbe. Látjuk, hogy a ceruza hegye megjelent. Most már a ceruza alsó egyharmada látszik. Most már csak egy vékony csíkon látjuk úgy, minthogyha ezüst papírba lenne csomagolva. A víz segítségével tehát visszavarázsoltuk a ceruzánkat. Fénytani kísérleteknél az is fontos, hogy honnan nézzük a jelenséget. Ugyanis ha oldalról nézzük, akkor már is látjuk, hogy nem is tűnt el a ceruza. Csak akkor tapasztaljuk ezt, ha fentről nézünk rá. Még feltűnőbb lesz ez a különbség, hogyha egy kis vizet is töltünk a kémcsőbe. Felülről és oldalról látszik, hogy meddig van a kémcsőben a víz. A kísérletet, ha felülről szemléljük, akkor azt láttuk, hogy az első esetben nem volt fénytörés, hiszen ugyanolyan optikai sűrűségű közeg, levegő tartózkodott a pohárban és a kémcsőben is. A kémcső vékony üvegfalától most itt eltekinthetünk. A második esetben itt víz volt, ez optikailag sűrűbb, a kémcsövön belül pedig levegő, ő optikailag ritkább. Ezért, ha sűrűbből ritkába próbált menni a fénysugár, viszont mivel nagy volt a beesési szög, ezért teljes visszaverődés jelenségét tapasztaltuk meg. Visszaverődött, visszatükröződött a fénysugár. A harmadik esetben a kémcső egy részében már víz volt, így tehát ugyanolyan optikai sűrűségű közegek között haladt a fénysugár, nem volt törés. Átláthattunk rajta, azonban ahol még nem volt víz, ahol levegő volt, ott ugyanazt a visszatükröződést tapasztaltuk, mint a második esetben. Természetesen, ha nem fölülről szemléljük a jelenséget, hanem mondjuk oldalról, vagy egy kicsit a kémcsövet kijebb emeljük a vízből, akkor megváltozik a beesési szög, és így elképzelhető, hogy nem fogjuk megtapasztalni a teljes visszaverődést.